Sziasztok! Kulcsár István Róbert vagyok, és 10 év, ugye 10 éves a Soprendter, 10 beszélgetőtárs, 10 nap alatt erről fog szólni az elkövetkezendő 10 napunk, hogy hozunk nektek olyan beszélgetőtársakat, és veszünk fel velük olyan anyagokat, olyan videókat, amik reményeink szerint egy kicsit a másik oldalról, tehát nem csak ilyen földi jóként, hogy ilyen adunk 10% meg x% kedvezményt, hanem egy kicsit tudást is tudja bővíteni, és hát ki lehetne ebben jobb beszélgető társam, mint Zajdó Csaba. Csaba ugye a Soprendter alapítója, mondhatni velem együtt. Nagyon régóta gondolkodunk rajta, illetve bevallom őszintén, ugye mi már 31 éve ismerjük egymást, ami hát gombócból is sok, lassan 32 lesz, és ilyen formában ugye már mindenen tudunk vitatkozni, azon, hogy melyik évben voltunk Csillebércen osztálykiránduláson, vagy hogy nyolcadikban ki volt állandóan kapus, vagy bármilyen hülyeségen, úgyhogy miért pont azon ne tudnánk vitatkozni, hogy mi a Soprendternek az eredet története. Erre rengeteg sztori van, de akkor induljunk onnan, hogy webshop expert szerintem, és kezdjük onnan az eredet történetet, amit most meghatározunk, tekintsük úgy, hogy az lesz innentől kezdve az official, mert ugye négyen voltunk ott a kezdetek kezdetén, és négyen négyféleképpen emlékszünk erre a dologra, de akkor most itt a remek alkalom, hogy te is elmondd, hogy hogyan is jött létre a Soprendter, és azt megelőzően a webshop expert. Hát ugye itt most a Soprendter 10 éves születésnapjáról beszélünk. Ami a VSE-nek a 15-ös, úgyhogy teljesen mindegy, beszélhetünk a nagy egészről. Ez már annyira a régmúltba nyúlik vissza, hogy az én memóriám az nem is biztos, hogy ilyen távolba is működik. Az biztos, hogy egy 11-12 évvel ezelőtt egy nagyon nehéz időszakot éltünk meg, még a webshop expertsel, és az akkori üzlet nem úgy működött, ahogy szerettük volna, és már régóta filozgattunk azon, hogy vajon nem lehetne ezt más üzleti modellbe, hogyan lehetne jobban is csinálni ezt a webáruház készítést, és ne adj Isten, nem egyedi jelleggel, egyedi webshopokat készíteni mindenkinek, hanem átállni erre a bérelhető modellre. Ugye főleg Amerikában már akkoriban is nagyon népszerű volt ez a bérelhető, ugye software as a service üzleti modell, és hát ugye végül 2010 végén élet meg bennünk az elhatározás, hogyha te is így emlékszel erre, hogy ezt már pedig el kellene kezdeni csinálni. Úgyhogy én annyiban módosítanám, hogy én úgy emlékszem, hogy már 2010-ben korábban, mert 2010 végén már az első CHSS ügyfelek, azt hiszem, hogy szeptember-október környékétől már egy nagyon-nagyon hosszú ingyenes periódust el tudtak kezdeni, és én nekem ott valami őszi időpont rémlik, de mondom, tehát amit most mondasz, az lesz az official innentől kezdve, úgyhogy szedd össze jól a gondolataidat. Igen, akkor lehet, hogy 2010 közepe, az biztos, hogy ez még egy ilyen béta időszaknak számított, és ugye 11 tavaszán ugye indult el a hivatalos, amiért már úgy érdembe pénzt is mertünk kérni, de lényeg az, hogy 2010-ben született meg az elhatározás, hogy már pedig ezt most már másképp kellene csinálni, úgyhogy 2010-ben nekiálltunk a Soprendter fejlesztésének, és viszonylag hamar sikerült egy működőképes ugye beta verziót összerakni. És hát ugye 11 áprilisában el is indult, annak rendje és módja szerint, akik még velünk voltak, és az első ügyfeleink közé tartoznak, hát az tőlük ezután is elnézést kérek. Akkoriban még fogalmazunk úgy, hogy azért volt egy kisebb, amiből érzett ez az egész megoldás, és egy sokkal kevésbé kiforrott és életrendszer volt a Soprendter, mint manapság.
És hát ugye, igen, tehát az elmúlt 10 év alatt az egész e-commerce is, meg hát maga az egész ugye, technológiai háttér, tehát annyit változott, és annyira sokkal-sokkal egyszerűbb helyzete van mondjuk egy mai jelkereskedőnek technológiai szempontból, mint mondjuk 10 évvel korábban, hogy azt úgy összesen lehet hasonlítani. Ha most szigorúan a technológiai oldalát, vagy ne csak a technológiai oldalát nézzük, kezdjük az egyszerűbb részével, hogyha magának az elkereskedelemnek az elmúlt 10 évére kell visszatekinteni. Ugye az nem titok, hogy a ShopRenter operatív dolgaiban már mostanában ugye nem annyira veszel részt, de hát azért az Optimumban oroszlán részt vállalsz a mai napig, úgyhogy ilyen formában azért az elkereskedelemre továbbra is van rálátásod. Hogyha megnézzük ezt az elmúlt 10 évet, mi az, amit ilyen szignifikáns változásként, vagy ilyen nagyon-nagyon fontos változásként tudnál megjelölni, ami szerinted a legfontosabb változás az elmúlt 10 év hazai elkereskedelmében? Uh-huh. Hát ugye 10 évvel ezelőtt még mondhatni igen-igen gyerekcipőben járt az egész elkereskedelem, és a legtöbb iparág még egy, hogy mondjam, magyarul, hogy nagyon minimálisan volt telített. Tehát nagyon könnyű volt még betörni szinte bármelyik iparágba. És ezek úgynevezett B2C közvetlen kiskereskedők dominálták akkoriban magát az új webáruházat is. És tipikusan mondjuk egy bicikli kereskedő vagyok, egy notebook kereskedő, egy számítástechnikai kiskereskedő, tehát ugye bárki, aki ugye nagy kerek és gyártó kínálatát egyesíti. Ugye ez a klasszikus B2C elkereskedelem. Ugye manapság már szinte az összes ilyen klasszikus terület nagyon-nagyon telített, iszonyatos a verseny, és borzasztó nehéz egy új elkereskedőként most általános mondjuk informatikai webáruházat nyitni. Úgyhogy ma, amik nyílnak sikeres webáruházak, azok szinte mindegyike ez a D2C, a Direct to Customer webáruház, amikor igazából vagy valami egyedi terméket gyártok, és én magam vagyok a brand, ahol kikerülve a logisztikai láncokat, kikerülve a viszonteladókat, én közvetlenül árusítok a végfelhasználók felé, vagy egy kizárólagos forgalmazója vagyok egy olyan brandnek, ami mondjuk külföldön valamint másik országban jól működik, de Magyarországon még nem kapható. Ugye látszom, mind a kettő webáruház, és technikailag ugyanarról van szó, mindkettőhöz ugye kell egy webáruház rendszer, fel kell tölteni a terméket és árusítani kell, tehát látszólag kifelé ugyanaz, viszont gyakorlatban, stratégiailag, meg marketing szempontból a kettő ég és föld. És egész más, amikor én egy B2C áruház vagyok, és alapvetően a termékválasztékkal, az árakkal és egyéb dolgokkal versenyzek, meg másod, amikor én egy D2C vagyok, egy brand, egy gyártó vagyok, és arról akarom meggyőzni ügyfeleket, hogy konkrétan az én brandemet, az én termékeimet vegyétek, és ne valamelyik másik brandnek a termékeit. És a technológia ugyanaz, a marketing egészen más. És a mai világban pontosan azért, mert technológiailag annyival sokkal egyszerűbb lett ez a dolog, és gyakorlatilag tényleg pár kattintással működik minden, sokkal inkább ezen a fajta marketing és stratégiai érzéken múlik a siker. Sokkal kevésbé kell mondjuk a technológiai usability és egyéb fronton oda tennie magát egy kereskedőnek, ha sikeres akar lenni. Ellenben annál inkább szükséges neki egy nagyon erős pozícionálás, nagyon erős piacismeret, egy nagyon jó marketing és ilyen szövegírás és egyéb olyan skillek, amik nélkül, mondjuk 10 éve még egész jól el tudod boldogulni, hogyha amúgy egy jó időben volt a jó helyen. Erre a stratégiára egyébként majd mindjárt visszatérhetünk, mert szerintem ez a legtöbb embernek ez lesz a legizgalmasabb kérdés, de előtte még ugye említettük, hogy két tekintetben van igazán nagy változás, vagy két ilyen fontos szempont van. Az egyik ugye a stratégia és a piaci körülmények, a másik pedig ugye a technológiai része ennek az egésznek. Mi változott a technológiában ez alatt a 10 év alatt? Hát ugye legfőképpen a kifordottsága. Ugye azt a fajta komplett
megoldás csomagot fogalmazunk úgy, amit például a Soprenter is ugye nyújt most, annak a töredékét is, egyébként 10 évvel ezelőtt úgy összerakni egy kereskedőnek, hát az bizony kemény meló volt. Az, hogy gyakorlatilag működik maga a merchandising, a webáruház, működik hozzá az egész marketing automatizáció, beleértve a hírlevélrendszert, a Facebookot, a Google Display-t, az AdWords, a Google Ads-et, és ugye maga a kiszolgálásba is, én automatikusan ugye tudom akár valaki mással kiszolgáltatni, meg akár raktároztatni a termékeimet, hogy itt maga az ügyfélkapcsolat is sokkal flottabban működik, és nem egy e-mail címen kell osztozkodni, most nem tudom, 6 különböző ügyfélkapcsolatosnak, és tehát bármely részét nézzük ennek az egész magának az elkereskedelemnek, minden sokkal egyszerűbb, sokkal kiforrottabb lett, sokkal inkább ugye elfogadott alapokon nyugszanak ezek a dolgok. Mondhatjuk azt, hogy standardizálódott? Standardizálódott, igen. Ugye, a standardizálódás az, ami leginkább megalapozta azt, hogy a Soprenter, illetve ne csak a Soprenter, de ezen a területen szinte minden ehhez kapcsolódó rendszer, egy hírlevélküldő, egy Optimunk, egy analitikai dashboard, tehát egy konverzifék, egy bárki más, most már ugye ilyen software as a service, tehát szolgáltatás alapon bérelhető rendszer. De elég, hogyha csak az Adobe-nak gondolunk a Photoshopjára, én mindig ezt a példát szoktam felhozni, ugye itt 10 évvel ezelőtt meg kellett venni 800 000 forintért, szerintem egész Magyarországon, ha volt 4 jogtiszta Photoshop, ha tippelnem kellene, mindenki más meg innen-onnan megszerezte, meg torrentezte, és aztán húzott egy merészet az Adobe, és azt mondta, hogy srácok, hát hiszen béreljétek, adunk hozzá egy pár fancy feature-t, meg verziókövetés, meg teamwork, meg felhőtárhely, meg kutyafüle, és innentől kezdve mindig a legújabb és a legfejlettebb rendszert tudjátok használni. Tehát akkor ez talán kijelenthető, hogy ne csak az elmúlt 10 évről beszéljünk, de hogy az elkövetkezendő évekről is, hogy ez a trendszerűség, ez még azért jó pár évig velünk marad, és a jövőben még nagyobb lesz a SAS rendszerek, tehát a bérelhető rendszereknek a hegemóniája. Így van. Viszont hogy azt is el kell ezzel kapcsolatban mondani, hogy addig, ameddig mondjuk 10 éve egy ilyen jól összerakott mondjuk marketing rendszerrel ki tudtunk emelkedni a többi közül, és ez egy versenyelőny volt. Most már ez nem versenyelőny, most már ez az alap, ez a beugró szint. Tehát, hogy az amivel el tudtunk húzni a konkurensektől, most már konkrétan verseny hátrányban vagyunk, hogyha nem egy ilyen alapvetően szépen összerakott rendszerrel dolgozunk, hanem magunknak barkácsolunk össze valamit. Tehát, hogy sokkal nehezebb ilyen szempontból már mondjuk technológiai oldalról versenyelőnyhöz jutni. Ez most már azt kell mondjam, hogy egy kipipálandó dolog, be kell üzemelni a legjobbat, működnie kell szépen flottul a rendszereknek, az összes ugye konverzió, optimizációs és marketing megoldást, amik ilyen standardok, ugye ezeket használni kell, és akkor ott kezdődik a játék. És ezt feltételezhetjük, hogy igazából ez az összes többi konkurensünk is mondjuk használja ezeket, vagy olyan nagyon hasonló megoldásokat, és ezzel még nem vagyunk egy lépéssel se előrébb, de most vagyunk szinte, amiről ugye el lehet kezdeni mondjuk fentebb lépni, és ahol ugye el lehet kezdeni versenyezni. Itt a versenyzésnél egyébként, hogyha kitekintünk mondjuk külföldre, nyilván egy csomó webáruház, aki elindul Magyarországon, bármilyen modellben teszi is ezt, és ügyes, kinövi magát, mint ahogy egyébként mi is azt gondoltuk, amikor a Soprenter kezdett sikereket elérni, hogy ó, hiszen hát tök jók vagyunk itt Magyarországon, kenjük, vágjuk ezt a marketing dolgot, nem vagyunk a saját növekedésünknek a korlátja, hiszen szinte annyi új ügyfelet szerzünk, amennyit csak akarunk, hiszen rengetegen akartak ugye webáruházat indítani, mi pedig viszonylag ügyesen és hatékonyan kiszolgáltuk őket. Nosza, hát hiszen csináljunk egy másik rendszert, itt van ez az Optimum, menjünk ki vele külföldre, és majd ugyanilyen jól igazából pikpak fel fogunk ott is futni. Aztán ugye azért ott beleszaladtunk egy pár pofonba, tehát hogy azok, akik mondjuk magyarországi elkereskedőként elindulnának külföldön, mennyivel másabb egy külföldi piac? Mennyivel keményebb mondjuk egy fejlettebb, egy német, egy brit, egy USA piac, mint a magyar?
ugye az biztos, hogy maga a versenynek a nagysága, az minél nagyobb piacra megyünk, minél érettebb piacra megyünk, annál nagyobb. Tehát, hogyha ha valaki mondjuk, nevezzük csak egy szomszédos, mondjuk Romániába vagy Szlovákiába próbál menni, ott véletlenül hasonló körülményeket talál, bár ott is meg kell küzdeni azzal, hogy vannak a helyi szereplők, akik kulturálisan mondjuk jobban ismerik az adott piacot, meg az adott országot, némi helyzet előnyük van, tehát azért oda sem egyszerű betörni, de mondjuk, hogyha valaki egy amerikai piacra, vagy egy angol piacra akar állítani valamit, hát akkor ott az hatványozottan sokkal-sokkal nehezebb. Addig, amíg egy magyar piacon belefér az, hogy mondjuk csak 80%-osan működnek a dolgok, és kicsit sántít a brand, kicsit sántít a marketing, kicsit szuboptimális mondjuk a weboldalnak a kinézete, addig ez mondjuk egy nyugati, egy amerikai piacon ez nem fér bele. Miért? Mert egyszerűen ott akkora iszonyatos a verseny, ott jut mindössze 100 versenyző mindenre, és bizony, ezek nyilván 100-ból van 90, aki mondjuk esetleg nem olyan ügyes, de van 10, aki meg mondjuk nagyon ügyes, és hát igen, ott maga a hibázásnak a lehetősége sokkal kevésbé fér bele. És mi optimumokkal is ebbe szaladtunk bele, beleszaladtunk, ezt tudtuk, hogy ez lesz, hogy nyilván sokkal nagyobb a piac, sokkal több a fóka, ha szabad így fogalmazni, sokkal több a lehetséges, ugye elérhető ügyfél, webáruház, minden ilyesmi, de óriási a verseny, és igen, és ez a magyar piacra is abszolút igaz, érezhető a, mondjuk egy nemzetközileg árusító webáruház, és egy csak egy magyar piacra árusító webáruháznál is, hogy minden lehetőségek, mint a kihívások nagyságrendileg nagyobbak mondjuk egy nemzetközi piacon. Hogyan kezdenél bele? Ugye van egy kedvenc mondásom tőled, hogy hogy együnk meg egy 10 tonnás elefántot apró falatokban, hogy egy kicsit legyen ennek a beszélgetésnek valamilyen ilyen olyan actionable tékövéje, tehát olyan amit úgy lehet hazavinni, hogy azt mondja valaki, miután meghallgatta ezt a beszélgetést, hogy ezt mint mi régen a Wolf Gábornak a konferenciáját teleírtunk egy füzetet olyan dolgokkal, ami ez is baromi jó ötlet. Hogy kezdenél neki egy ilyen dolognak? Hát ugye biztos nem azzal kezdeném a dolgot, hogy egyből mindent akarnék, és hogy egyből világot hódítani, hanem először, ugye ez mondjuk, teljesen meglep egyébként. Igen. Nem erre számítottam tőle. Hogy ne egyből próbáljuk az óceánnak a legfőbb cápája lenni, hanem először keressük meg a mi kis tabunkat, a mi kis pocsolyánkat, amiben ugye tudunk igazán jók lenni. Hogy ez a pocsolya, ez a szűkebb szegmens, ez a szűkebb célpiac, ugye, ez egy nis, ugye szaknyelven szólva, hogy ez egy geográfiailag ugye egy szűke piac, és azt mondjuk, hogy mondjuk csak Magyarország, vagy csak Magyarországon, nem csak egy régiója, avagy ez valami más szempont alapján ugye egy nis, ami mondjuk egy nemzetközi, ugyan, de nemzetközileg ugye van esetleg egy olyan szűkebb szegmens, akinek valami oknál fogva sokkal jobban el tudjuk érni ezt a piacot, és jobban értjük az ő igényeit, azt pontosan ugye nem tudom, nyilván ez függ a saját helyzetünktől, a piactól, a termékörünktől, sok mindentől, de mindenképpen próbálnék először egy viszonylag szűk célpiacot becélozni, egy szűk termékkörre, és ott megpróbálni egyrészt tanulni is, mert ez egy tanulási folyamat, tehát ugye szoktam mondani, hogy egy valami biztos a tervekkel, hogy a valóság úgysem úgy fog alakulni, mint ahogy terveztük. Szóval ettől függetlenül tervezni kell, és nagyon sokat töltünk mi is tervezéssel, de szinte mindig másképp alakulnak a dolgok, és ez rendben is van. De erre fel kell készülni, hogy a legjobban megtervezett terv is valószínűleg másképp fog alakulni, és ugye el kell indulni valahol, lehetőleg picibe, tanulni belőle, és aztán, hogyha ott az jól működik, akkor utána próbálni, ugye folyamatosan ugye bővíteni a határokat,
akár megint csak ugye geográfiailag, akár ugye mondjuk termékportfóliót, ugye célpiac egyéb jellegű bővítésével. És hát ugye készüljünk fel arra, hogy megint mondjuk az első egy év, hogyha még most kezdjük el, készüljünk fel, hogy az első egy évben azért ne számítsunk óriási sikerekre, és ne gondoljuk azt, hogy az első év végére már ilyen óriási nagy száguló rakétánk lesz, amit úgy kell majd megállítani, hogy ne a csillagokba, vagy a csillagok közé szálljon, hanem hogy bizony az egy dözögős út lesz, lesznek benne kudarcok is. Viszont, hát, hogyha egyszer belejövünk, akkor meg hát a potenciál, meg a lehetőség azok óriásiak. Megkérdezem, mert igazából meg kell, hogy kérdezzem. Tudsz ehhez valamilyen könyvet javasolni? Erre már régóta akartam egy ilyen, nem tudom, egy cikket írni valahova, hogy a kedvenc könyveim. Ugye én arra jöttem rá a könyvekkel kapcsolatosan, hogy nincs rossz könyv, csak olyan könyv van, ami, meg biztos van rossz könyv is, bárcsak, tehát nem olvasom, de hogy a legtöbb könyv, ami ilyen népszerű könyv, az amúgy egy jó könyv, csak nem mindegy, hogy a saját mondjuk fejlődésed melyik szakaszában találkozol vele. Nagyon sok olyan könyv volt, amit még ugye mondjuk a saját karrierünk, mondjuk a Schopenhauer elején olvastunk el, és ez egy száraz, unalmas, elméleti vacak, így voltunk vele, és aztán később, 5 évvel később elolvasom, hát ez maga a stratégiai mennyország. Még fordítva, ami az elején azt mondtuk, hogy hát ez a világ legjobb könyve, és akkor 5 évvel később már jó, hát ez a ilyen kis belépő szint. És most bevallom, ugye főleg ilyen bonyolultabb stratégiai jellegű könyveket olvasok mostanság, és hirtelen nem mennék így felből javasolni olyat, amit mindenképpen egy induló mondjuk vállalkozásnak most tudnék javasolni, de egy ilyen cikket, mint mondtam, már régóta tervezek összerakni, és akkor összegyűjteni azokat a, mondjuk nevezzük így, akik az útjuk elején járnak, a közepén meg mondjuk a végén, hogy milyen olyan jó könyvek vannak. Mondjuk az út elején járóknak azért egy lean startup az nem jön rosszul, nem? Tehát, hogy magát ezt a szemléletet, hogy tényleg, hogy csak hogy legyen már egy könyvajánló is benne, mert hogyha veled beszélgetek, és nincs benne könyvajánló, én azt gondolom, hogy az egy borzasztó csalódáskeltő beszélgetés lenne. Jó. A lean startup az mindenképpen ilyen, ugye a kísérletezésről, a Zappos Experience, ugye a Zapposnak most jelent meg a magyarul is a könyve, nem is tudom, hogy magyarul mi lett a címe, de maga erről a customer, az ügyfélközpontú szemléletről egy iszonyatosan jó könyv. Az Amazonról, ugye, ami már nem is tudom meg itt mi volt a könyvnek a címe, szintén egy nagyon tanulságos könyv volt, emlékszem, amit ugye annó elolvastam. Nyilván az összes ilyen klasszikus e-mítosz és egyéb ilyen alap cégépítéssel kapcsolatos könyvek is ugye nagyon sokat segítettek az elején. Nem szoktam titkolni, hogy a Wolf Gábor féle pozícionálásos anyag, aminek nem is tudom, marketing tervezési szisztéma volt a neve, és nem tudom, igen. Kapható, mert még lehet, hogy már nem kapható. Ugye az egyik ilyen alapmű volt, amit ugye annó olvastunk. Amúgy azt hiszem, tehát a pozícionálás néven létezik egy ilyen könyv manapság is, ami talán még kapható. Ugye van ez a Kék óceán, ugye, mint ilyen stratégiai könyv, amit nagyon szeretek, és ugye szoktam javasolni. Na, egyből jobb. Egyből. Már azt hittem, hogy tényleg nem lesz itt könyvajánlás, hát mondom azért. De még a privát telefon beszélgetéseink sem mennek le úgy, hogy ne legyen benne egy könyvajánlás. Hát akkor, ha meg stratégiáról beszélünk, és nem kerül bele egy ilyen, mondom, én mélységesen csalódott lettem volna. Jó, figyelj, én azt mondom, hogy az indulásról arról egészen sokat beszéltünk. Ami még engem érdekelne, hogy mondjuk magának a Schopenhauernek szerinted milyen fontos mérföldkövei voltak itt az elmúlt 10 év során, ami szerinted mindenképpen fontos és kiemelendő? Hát ugye az egyik nagyon fontos mérföldkő, nem tudom, az hanyadik volt a sorban, az mindenképpen az volt, amikor
egy Black Friday-t is már át tudtunk úgy vészelni, hogy ne kelljen izgulni, hogy a Server Park fogja bírni a terhelést. Tehát amikor ugye sikerült erre az elosztott, skálázható környezetre átállni, ahol most már tényleg ugye redundánsan működik minden, bőven van háttér, tehát maga ez a fajta háttér infrastruktúra olyan szinten stabilan működik, ahogy már most már működik, az mindenképpen egy nagy mérföldkő volt. Előtte hát ugye mindig nyugtalan éjszakáink voltak itt novemberben. Lehogy? Neked nem, nekem voltak. Ugye szerintem szintén nagy mérföldkő volt az, amikor sikerült a ShopRentert megnyitnunk így a külső appok irányába, és az összes API-t, ugye, vagy magyarosan API-t ugye elkészíteni és beüzemelni olyan szintre, hogy bárki tudjon a ShopRenterre ezt fejleszteni, és sikerült tényleg megnyitni a világ felé, és innentől kezdve nem egy zárt rendszer vagyunk, amit csak mi tudunk fejleszteni, és csak a mi dolgainkra működik, hanem tényleg bárki más is hozzá tudja integrálni a saját szoftverét. Ez szerintem szintén egy óriási mérföldkő volt. Ez amúgy trendszerű a világban? Ez abszolút trendszerű. Ez trendszerű. Ugye mindenki rájön arra, hogy akármilyen ügyesek, okosak vagyunk, a világon tele van még ügyes-okos emberekkel, sőt sokkal több ügyes-okos ember van, mint a mi cégünkben, és a mi cégünk alatt és akármelyik webáruház készítő cégnek a cégét. És az ügyfél igények is nagyon változatosak, nem tudjuk megjósolni, mit hoz a jövő, nem tudjuk megjósolni, hogy milyen új igény, szoftver, integrációs lehetőség merül fel a jövőben, és pusztán az, hogyha megadjuk a lehetőséget arra, hogy valaki megoldhassa saját magának a saját igényeit, és összeintegrálhassa a webáruházát az ő akár egyedi fejlesztésű, vagy akár mondjuk nem tudom én, egy osztrák, vagy akár kínai rendszerével, azzal olyan hát jövőbeli láthatatlan lehetőségeket érünk el, amire amúgy magunktól sose gondoltunk volna, hogy ezzel érdemes egyetlen foglalkozni. És ugye megint csak ahogy fejlődik a piac, úgy van egyre több megoldás bármire, tényleg, tehát akármilyen szoftver, akármilyen részét nézzük az üzletnek, egyre több a szoftver, egyre több a megoldás, ugye írtozatos mértékben növekszik ez a marketing technológiai piac, ahány ember annyi ízlés, mindenki keresi új megoldásokat, és hát hogyha egy olyan rendszerünk van, amivel tudja a kereskedő, hogy bizony ezzel nincs bezárva, ezzel nincs lekorlátozva a lehetősége, hogy akkor úristen, most egy év múlva mi lesz ezzel, mi van, hogyha ezek a ShopRenteres srácok nem hajlandók összeintegrálni, akkor az egy jó dolog szerintem. Tehát így megvan, nyugodtan aludhat bárki, hogy bizony egy év múlva és két év múlva is akármit találok ki, meg fogom tudni oldani vele, mert hiszen ez egy nyitott rendszer, amiben tetszőlegesen lehet integrálódni. Elterejtettem itt egyébként a beszélgetésnek a fonalát, ugye mérföldköveknél tartottunk, és talán még volt benned egy, csak nem tudom, hogy tényleg így volt-e, mert ugye belekérdeztem, hogy rendszerű ez a történet. Van még olyan mérföldkő, ami szerinted fontos így a ShopRenter életében? Hát ugye, ami nem annyira, mondjuk, ami inkább ugye az én meg a mi szempontunkból, ugye, mint ugye mérföldkő, valószínűleg az, amikor a ShopRenter már elérte azt a szintet, amikor már több bevételt termelt, mint a Webshop Expert és egyedi webáruház készítés. Ugye az biztos emlékszel, az első egy-két év az egy nagyon nehéz időszak volt, akkor ugye leszálló ágban volt az egyedi webáruház készítés és ugye üzletágunk. De én adtam el őket. Illetve én nem tudtam őket eladni, mert nem, elég nehéz volt azt mondani valakinek, hogy vegyen egy megvásárolható rendszer, miközben tudtuk azt, hogy a bérelhető rendszer lesz a jövő. Bizony, hát ugye a ShopRenter az bizony kannibalizálta csúnyán az egyedi webáruház fejlesztésünket, és hát ugye volt ez a nevezett átmeneti időszak, amikor még a ShopRenter nem volt önmagában életképes, és nem tudta volna a csapatot eltartani, de már az egyedi webáruház készítés is ugye nem termelt pénzt, és ez a fajta egyensúlyozás, ugye ez egy nagyon, nagyon nehéz dolog volt,
és az mindenképpen egy mérföldkő volt, amikor azt tudtuk mondani szerintem, hogy jó, most már csak a Sorrentel önmagában is életképes, most már megéri igazából minden erőforrást emögé tenni, és el tudjuk engedni az egyedi beváróházaknak a készítését, és tudunk foglalkozni azzal, amiben igazából jók vagyunk, magának a szoftverfejlesztése, és hát ugye ezt is tettük, ugye, és most már számtalan profi, nálunk profi partnerünk van, akik ugye testet tudnak szabni, be tudnak üzemelni Sorrenteles áruházakat. Fogok is ilyenvel beszélgetni egyébként, ugye sok mentorral például. Így van. Mi pedig ugye így azzal tudunk fókuszálni, amivel a legtöbb értéket tudjuk az ügyfelének teremteni tényleg, ennek a Sorrentelnek, mint platformnak a fejlesztésével és jobb átételével. Úgyhogy ez egy fontos mérföldkő volt szerintem. Oké. Csaba, figyelj, én úgy gondolom, hogy ez egy, azt mondták, hogy 30 percnél ne legyen több, úgyhogy szerintem, így ahogy nézegettem a beszélgető társaimat, szerintem mindenkivel túl fogom lőni ezt a 30 percet, de vele most tartunk nagyjából 30 percnél, és szerintem ez így egy nagy kerek egész lett, úgyhogy előre a következő tízes útján. Reméljük, hogy 10 év múlva újra így fogunk beszélgetni. Én akkor még mindig csak 48 éves leszek, te is, János viszont már 49, ugye, úgyhogy mint ahogy eddig is mindig beelőzött minket, azután is mindig idősebb lesz nálunk, úgyhogy akkor mi mindig baromi fiatalok leszünk. Én már megint vékonyabb leszek, olyan vékony, mint 10 évvel ezelőtt, te viszont sokkal őszebb leszel még a mostaninál is, úgyhogy reméljük, hogy 10 év múlva egy hasonló beszélgetés keretében újra tudunk így nagy nyilvánosság előtt trécselni arról, hogy mi volt az elmúlt 20 évben. Mivel sokkal öregebb leszel, írd fel egyébként az eredet történetet, hogy 20 év múlva nehogy más, vagy 10 év múlva nehogy mást mondjunk, mert azért nehéz megjegyezni. És nem kell felírnom, mert csak vissza kell néznem ezt a videót, és meg lesz. Ja. És addigra készülj jó könyvekkel, tehát hogy ne kelljen itt rögtönözni, meg itt összeregetni őket, hanem hozzál igenis. Megleptél ezzel a kérdéssel tényleg, tehát ha ezt tudom, akkor amúgy összetettem volna egy 20-30 jó könyvet. Nem baj, de legalább ösztönözve vagy, hogy megírd azt a cikket, amit mondtál, ja. Úgyhogy reméljük, hogy ehhez a videóhoz hozzá fogjuk tudni majd rakni pár hét múlva, vagy pár hónap múlva ezt a könyvajánlót, amit Csaba elkészít nekünk. Veletek pedig találkozzak a következő videóban is. Sziasztok! Hello, sziasztok!